Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Csacsovszky Otto, így puskázok, hogy nehogy elrontsam a nevét, a Szent László kórház orvosa, egy nemzetközi kutatás szerves részét képezik, mégpedig az askenáz zsidókról. Milyen betegségről van itt szó? Jó reggelt kívánok, köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehetek itt. Ez egy gosékor, ez egy nagyon ritka tárolási betegség gyakorlatilag, aminek a tünetei alapján a betegek elsősorban hematológiai osztályon jelentkeznek. A ritka betegségekhez képest azért ez a gyakori ritka betegségek közé tartozik, és külföldön erre szűrőrendszerek vannak gyakorlatilag épülve. Nálunk nincsenek? Nálunk nincs szűrőrendszer alapvetően, mert az elmúlt 30 évben tradicionálisok miatt kezdték a hematológián gondolni, mert a főbb tünetek azok a vérlemezke csökkent mennyisége, illetve a megnagyobbodott lép miatt küldték be gyakorlatilag véletlenszerűen a házi orvosok a betegeket a hematológiai osztályra. És nagyon kevés a számuk, tehát a nemzetközi adatok alapján körülbelül Magyarországon egy 100-150 beteg szenvedhet ebben a betegségben, mi a véletlenszerű elmúlt 20 évben egy 35 beteget ismerünk, ebből 32-en kapnak aktívan kezelést is. Mik és nem is tartják nyilván, hogy valaki milyen vallású, illetve azon belül milyen részhez vagy törzshöz tartozik. Alapvetően a nemzetközi klasszifikációban az askenázi zsidókat az külön kategóriába veszik, amiatt, mert sokkal gyakoribb a betegség náluk. Az átlag populációban 100 000 emberből egy lehet beteg, még az askenázi zsidó populációban 5 000-ből egy. Mi okozza ezt a betegséget? Alapvetően ennek a betegségnek egy genetikai oka van, egy olyan nagyon fontos enzim hiányzik a szervezetből, ami az előregedett vörös vértesteket, illetve a vér alakos elemeinek a lebontásában játszik szerepet. Ez nem tudja normálisan lebontani a sejtfalat, és ezek a köztes bomlás termékek felhalmozódnak az egyéb immunsejtekben. Ezek elszállítódnak a lépbe, a májba, a csontfelőbe, bármilyen ilyen egyéb szervbe, és ott rakódnak le kórosan. Milyen terápiát használnak? A terápia az borzasztóan egyszerű, mert hál' Istennek a modern tudománynak megfelelően ugye azt az enzimet tudjuk pótolni, ami hiányzik. Tehát egy két hetente kapott infúzióval be tudjuk vinni azt az hiányzó enzimet, és így a már felhalmozódott bomlástermékeket is le tudjuk bontani, és tényleg látványos a javulás, a beteg bejönnek nagyon rossz, gyenge általános állapotba. Fiataloknál annyira nem gyakori, de gyerekkori alcsoportot is külön leírtak, ott leginkább növekedési zavarok kapcsán veszik észre a szervi megnagyobbodásokból. Időseknél nagyon sokszor van az, mi is láttunk ilyet 50-60 éves betegnél is, hogy csontritkulás, ízületi fájdalmak kapcsán kerül felismerésre. És a terápia kapása révén gyakorlatilag egy 3-4 ciklus követően ezek a tünetek gyönyörűen el tudnak múlni. Tehát a lépés az gyakorlatilag, mint amikor a lufiból a levegőt engedik ki, úgy tud összemenni a terápiának megfelelően. De mi okozza azt, hogy a kutatások szerint, hogy míg a magyarországi lakosságnál 100 000-ből egy ember érintett ebben, addig ha egy másik csoporton belül 5 000 ez az egy az arány. Mi okozza ezt a különbséget? Ennek inkább történeti oka van alapvetően. Tehát, hogy azt megnézték, hogy Kelet-Európában, a lengyeleknél, illetve Jeruzsálemben erre külön osztályok épülnek alapvetően, és ugye ennek inkább történeti oka van, ugye mivel ez egy örökletes betegség, egy ritka betegség, tehát azt jelenti, hogy nagyon sokszor generációkat tud ugrani, mert egyszerre kell azt a két kórosabb gént örökölni, hogy valaki beteg lehessen. Kimutatták visszavezetőleg, hogy 65 generációval ezelőtt alakulhatott ki ez a betegség. A leírása is a Gaucher-kor azonnan ered, hogy ez egy francia orvos volt, aki 1880-as években diplomamunkát írt abból, hogy van egy nagyon ritka hematológiai kórkép, ami a lépet érinti, és ugye utána az 50-es években derült erre fény, amikor ugye feljött a tudomány. Mikor írta, 1880-ban? Igen, akkor ebben egy orvosi disszertáció volt, egy lépet érintő ritka leukémiáról. És utána azt hiszem 55 vagy 56-ban volt leírva az, hogy ez nem egy ritka történet, hanem ez gyakorlatilag egy ismert enzimnek a nem megfelelő működése kapcsán. Mi történik, ha nem fedezik föl ezt?
ha nem fedik fel, ez gyakorlatilag ugye életminőséget ronthat. Tehát elsősorban ugye azért is próbálunk ezzel segíteni, mert látjuk, hogy mennyire látványosan tudnak javulni a betegek. Ugye egyrészt ugye a vérlemezke hiánya az vérzészavarokat csinálhat, a vérszegénység ugye fáradtságot, a lerakódott kóros anyagok azok pedig ugye csontritkulás, csontfájdalmakat, izületi fájdalmakat. Elég szokatlan, hogy orvosok és kutatók zsinagógákba tartanak előadást. Ez egy új megoldás? Ez gyakorlatilag azt próbáljuk, rengeteg nemzetközi fórumon vettünk részt, illetve azért sokkal nagyobb ennek a visszhangja, meg sokkal nagyobb ennek a betegségnek a odafigyelése külföldön, mint itthon. Nagyobb is ugye a populáció. Tehát például Németországban 1600 beteget tartnak számon ezzel a betegséggel. És próbáljuk azt a közönséget megcélozni első körben, hogy gyakoribb lehet ez a betegség, és pont azért, hogy ezzel az egyszerű terápiával, ami nálunk Magyarországon elérhető között 15 éve, tudjunk segíteni, életminőséget javítani. Tehát főként ez a célja ennek a... Akkor, amikor egy idősebb askenáz zsidó elmegy a házi orvosához, vajon a házi orvos is rá tud jönni arra, vagy egy különleges laboratóriumba kell, hogy beküldje a... Ahhoz, hogy a betegséget diagnosztizálják, ahhoz különleges laboratórium kell. Ez egy borzasztóan egyszerű, egy vércseppteszt útján, újbejből vett vércseppteszt útján speciális módszerrel meg tudják nézni az enzimszintet a vérbe. Ha ennek a szintje csökkent, akkor gyakorlatilag a betegség diagnózisa felismerhető. A rutin vizsgálatokban ez nem tartozik. A rutin vizsgálatokban nem. Itt inkább csak az olvasottság és a szemlélet olyan, hogy aki látott már ilyet valaha, vagy emlékszik a tanulmányaiból, mert ez apró betűsnek van írva, hogy mai napig az egészségügyi könyvekben ez a betegség, gondol arra, hogyha van egy kivizsgált és nem diagnosztizált vérlemezke hiány, vagy egy nagyobb szerveneobodás, akkor erre is gondolni kell. Felveszik-e ön zsidó közösségekkel a kapcsolatot, és eljutatni ön egy rövid tájékoztató anyagot nekik, hogy azok mondjuk továbbítsák a orvosoknak mondjuk. Igen. Ez alapvetően ez a terv ezzel az egész programmal, amit most csináltunk a kolléganőimmel együtt, hogy felhívjuk a figyelmet mind az orvosok, mind a betegek révén, hogy nem is annyira ritka ez a betegség, mint amennyire gondolnánk, és nagyon jó terápiája van, és tényleg látványos életminőségjavulást tud okozni. Vajon a magyar embereknél is, akik nem askenáz, tehát akkor újra kezdem a mondatot, vannak magyar askenáz zsidók. Ez a betegség felelhető-e nem zsidó magyaroknál? Felelhető. Milyen arányban? Amit előzőleg is mondtam, az 1 a 100 000-hez, tehát gyakorlatilag ez abszolút véletlenszerű, hogy kinek van ez a betegsége. Itt tényleg csak ugye a célközönség azért volt, mert ott sokkal gyakoribb. Vajon miért nem lehető fel ez a szfaradi zsidók esetében? Más a táplálkozási rendszerük, más éghajlatnak vannak kitéve. Szerintem inkább ilyen éghajlati. Tehát ez megint csak azt tudom erre mondani, mint a legelején, hogy inkább történeti oka van annak, hogy miért is az askenázi zsidók körében jellemző ez. A tudományos cikkekben is alapvetően őket emelik ki, hogy ott gyakoribb. Hogy jutott egy ilyen fiatal orvosnak, mint ön, illetve társainak eszébe, hogy foglalkozzanak a problémával? Ennek történeti oka van. A 80-as évek közepén az első ilyen beteget azt annak idején működő hematológiai intézetbe diagnosztizálták, ott kezdték el gondozni, illetve onnan indult el a gondozása. És utána országosan is gyakorlatilag ide küldtek minden olyan beteget, akinél ez felmerült. Én ugye 5. éve dolgozok a László Kórházban, és belevonultam ebbe. Én is abszolút nyitott vagyok minden újra, illetve minden érdekességre, és így vontak bele alapvetően a kollégák. Az ön szakterülete hematológia? Hematológia, igen. Hogyha már László Kórházra térünk, az utóbbi napokban több hír volt a magyarországi kórházakról, hogy hol mekkora hiány van, vagy éppen nincsen hiány. Mi a helyzet a László Kórházban? Ott a különféle osztályokon mennyi orvos hiányzik, vagy éppen más? Hát alapvetően én ebben nem vagyok kompetens, ugye én csak egy kórházi dolgozó vagyok, egy orvos vagyok alapvetően. Ugye az, ahol én dolgozok, a Szent László Kórházak, az a hematológiai és sőségtranszplantációs osztálya, ami gyakorlatilag egy országos szintű a csontvőtranszplantáció miatt, ahol rengeteg beteg megfordul. Tehát a véletlenszerűségre, visszatérve a betegségre, az gyakorlatilag abból is fakad, hogy tekintve, hogy 10 ambulancia és naponta több száz beteg fordul meg nálunk, sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy a véletlenszerűen felfelelően az osztályán vannak elegen orvosok? Igen. Ott vagyunk. Na, és akkor most következik a legprovokatív kérdés már. Ön fiatal, feltételezhetően nyelveket is beszél. Igen. Mikor szerezte meg a szakvizsgáját? A szakvizsgát én most fogok.
most össze. Minek köszönhető, hogy ön itt van nálunk a stúdióban, és továbbra is Magyarországon dolgozik, és nem mondjuk Angliába vagy Németországban? Hát ez alapvetően abból fakad, hogy én abszolút lokálpatrióta vagyok. Én Kelet-Magyarországról származok, egy Debrecenben diplomáztam, és én abszolút elkötelezett vagyok a hazám iránt, illetve úgy gondolom, hogy itthon is lehet olyan minőségi gyógyítást folytatni, mint Nyugat-Európában. Itt is elérhetőek azok a kutatási dolgok, amik Nyugat-Európában. És így, hogy az ember országos intézetben dolgozik, teljesen más szemszögből látja gyakorlatilag a világot. Igen, ám ön kutat, és kutatási lehetőségei vannak, de vajon a honoráriuma, a fizetése is elérje az idegen országok szintjét? Hát igen, ez provokatív kérdés ilyen formában. Idáig nagyon kedvesek voltunk önnel, tehát akkor hagyd legyen egy kis provokatív kérdés is. Nyilván ez mindennapos probléma alapvetően, tehát azért ez sokkal több a munka, én úgy látom, mint Nyugat-Európában. Sokkal több. És ön szerint miért van? Ön most arról beszélt, hogy ugyanazokat a technikai feltételek adottak itthon, mint külföldön. Ennek ellenére mégis az a közvéleménynek a érzete, hogy folyamatosan romlik az egészségügyi színvonal. Ön ezt hogy látja? Hát én ebben nem szívesen nyilatkozok, mondom, hogy én egy osztályos orvos erre vagyok. Nincs is engedélye, úgyhogy én nagyon köszönöm. Ilyet nem szoktunk csinálni, mert nálunk a szólásszabadság, de András kollégám nem tudja, hogy önnek egy adott témára kértünk engedélyt, hogy nyilatkozhasson, és ez a fölött van. Kedves nézőim, az elmúlt percekben dr. Csacsovszky Otto, a Szent László Kórház orvosa volt stúdiónk vendége, egy különleges askenáz zsidó betegségről, illetve korról beszéltünk, ami természetesen gyógyítható Magyarországon, ugyanúgy, mint külföldön. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és aki többet akar megtudni, az milyen weboldalon tud erről a betegségről bármit is megtudni? Gyakorlatilag, ugye, hogyha az ember beérez, hogy gosékor, akkor nagyon jó fórumok vannak most már, ahol leírják a betegségnek az alapvető tulajdonságait. De van egy prospektusunk, a lászlókórház.gosé.kukac.gmail.com-ra tudnak például e-mailt írni ilyen segítségformájába, illetve majdnem az összes magyarországi zsidó fórumon, illetve weboldalon közítettük ezt a lehetőséget. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és ha már beszéltünk askenáz zsidókról, akkor itt az ideje, hogy beszéljünk egy kis kultúráról. Könyv jelent meg a Jordán sztoriról, már itt van kint Balogh Gyula, a könyv szerzője, és ővele fogunk erről beszélgetni. Előzetesek, és jövünk vissza.